A filmszemlére idén 125 nevezés érkezett felnőtt és diák kategóriákban. A pályamunkák közül 65-öt válogattak be a döntőbe. Köztük szerepel a Viserácki András főszereplésével forgatott kisfilmünk, amelyben a nézők a természetimádó amatőr fotósunkat, valamint Makó és környékének madárvilágát ismerhetik meg közelebbről. A hétdomfilmfesztivál.hu weboldalt felkeresve az érdeklődők megtekinthetik a feltöltött alkotásokat, valamint kedvencüket támogatják egy szavazattal a közönség díjért folyó versenyben. A voksoláshoz egy érvényes e-mail címet kell megadni, ahová majd érkezni fog egy visszaigazoló levél, és a benne található linkre kattintva lehet érvényesíteni a szavazatot. Az eredményhirdetésre október 10-én kerül majd sor, amikor az is kiderül, hogy kik lettek a helyezett alkotók. Felnőtt kategóriában a munkákat Pokornilia színésznő, Réz András filmesztéta és Rófusz Ferenc Oscar-díjas rajzfilmrendező zsűri. A stábunk munkatársai által készített kisfilmek a korábbi években már számos alkalommal arattak szép sikereket, országos és nemzetközi viszonylatban egyaránt. Televíziónk csapata bízik benne, hogy az elismerések sora a Minden rezdülését című természetfilmünkkel a jövőben bővülni fog majd. Az online megmérettetés október 4-én zárul, a szavazatokat internetes felületen a hétdomfilmfesztivál.hu-n éjfélig lehet leadni.